Ebben a beregfürdői étteremben minden nyáron várják a fiatalokat nyári diákmunkára. Mint mondják, nagyon népszerű és jó munkaerőnek bizonyulnak a diákmunkások. Éttermünkben minden nyáron foglalkoztatunk középiskolás diákokat nyáron, nyári munka keretében. A 16. életévét betöltött középiskolás diák jöhet hivatalosan dolgozni, szülői engedély. Tehát szülői engedély szükséges hozzá. Napi 7 órában foglalkoztatjuk őket, ebben 1 óra pihenőidő is benne van, amit nyilván a diák kivehet. Előnyt élveznek azok, akik esetleg a vendéglátás területén tanulnak, tehát szakácsnak, felszolgálónak tanulnak, de természetesen végzettséget nem igényel a nyári munka. Pultba, felszolgáló keze alá való dolgozás, italok készítése, fagyi árulás, illetve nyáron az önkiszolgáló éttermünkben az ételek kiadása a feladatuk. Ahogy említettem, végzettséget nem igényel, betanítunk mindenkit, aki ide érkezik, de előny, hogyha esetleg már korábbi években volt hasonló jellegű tapasztalata. Délelőtt 10 órától egészen este 8 óráig foglalkoztathatók, este 8 óra után nem dolgozhatnak már, tehát az a hivatalos munkaidőnek a vége a diákok esetében. A kormány céljai között szereplő teljes foglalkoztatottság eléréséhez többek között szükséges a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. Nagyon jó munkaerők, lelkesek. Nyilván tapasztalatlanok még, úgyhogy itt megszerzik azt a tapasztalatot, amit a későbbiekben kamatoztatni tudnak majd. Lelkesek, terhelhetők, úgyhogy mi szeretünk velük dolgozni. Van olyan dolgozónk, aki itt kezdett nyári gyakorlaton, és a mai napig itt dolgozik. Olyan dolgozónk is van, aki a szakács szakmai gyakorlatát itt töltötte, és utána, ahogy elvégezte az iskolát, felvettük, és azóta is itt dolgozik nálunk. Bérezés tekintetében a minimálbér órabére az, amit kötelezően meg kell kapniuk. Nyilván az e fölötti bérezés az a munkáltatónak a döntése. Az első alkalommal 10 éve 2013-ban indított, és azóta minden évben nyár elején meghirdetett nyári diákmunkaprogram támogatást nyújt a területi települési önkormányzatoknak és önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeiknek, továbbá egyházi jogi személyeknek, illetve a mezőgazdaság, valamint a turizmus és a vendéglátás területén működő vállalkozásoknak a július-augusztus hónapokban foglalkoztatott diákok bruttó béréhez, így ezek a szervezetek a nyári hónapokra megnövekedő munkaerő igényük kielégítésére előnyben részesíthetik a diákokat, egyetemi hallgatókat.